Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. Mai videóban nem egy mod készülékkel vagy egy kazánnal fogunk megismerkedni, hanem az iTaste CLK 1280-assal. Ez egy kis kompakt készülék, amit egy EGO menettel, illetve 5-10-es csatlakozással is elláttak, és jellemzője még, hogy egy változtatható feszültségű, tehát egy varivolt készülékkel állunk szemben. Egyébként a készülék, ahogy a szám is enged következtetni rá, 1280 mAh, és nem a nagy mod készülék használóknak, de bárki másnak tökéletes alternatívája lehet a napi gőzöléshez, és megnézzük, hogy milyen közelről, kicsomagolva, mi van a dobozban, hogy lehet használni, miket lehet róla tudni, meg úgy egyébként, milyen a készülék, lessük akkor meg. Ismerkedjünk meg akkor közelebbről az iTaste CLK 1280-as készülékkel. Ahogy látjuk még itt kibontás nélkül, itt van a már megszokott sorozatszám, illetve ez a kis lekaparós biztonsági kód. Kinyitjuk, itt láthatunk egy ilyen nyakpántot, ami rá van helyezve ide a gyűrűre. Ezt először távolítsuk is el, majd utána megismerkedünk vele, tehát itt van a készülék. És van még a készletben egy szépséggyűrű. Eltávolítjuk a doboz tetejét, akkor pedig itt alul találunk egy szabvány töltőkábelt, egy kis ismertetőt, hogy hogy működik a készülék és hogyan kell tölteni, biztonsági útmutatót, és ennyi. Ezeket a papírokat én vissza is helyezem, nem lesz rá szükség. Mondom majd szóban. Nézzük akkor közelebbről. Így néz ki tehát maga a készülék. Ha nézzük a felső csatlakozóját, akkor láthatjuk, hogy ez bizony itt van, és ha megnyomkodom, akkor láthatjuk, hogy egy rugós középérintkezővel rendelkezik, tehát viszonylag könnyen beállítja magát a kazánokhoz. Amit látunk, itt van még egy USB töltő, ezen keresztül tudjuk tölteni, tehát nem itt a csatlakozón keresztül, hanem ezen keresztül tudjuk tölteni, tehát egy pass-through üzemmódként is funkcionál. Ezt visszarakom, ha sikerül. Csak összejött. Tűzgomb. Semmit nem csinál. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tehát 3 gombnyomásra fog bekapcsolni. Amit látunk tovább, itt van ugye a felirat iTaste CLK 1280, és itt lent található az állító tárcsa. Amit tudni kell róla, ahogy látjuk, ez így szépen körbe-körbe forog. Egészen 3,5 volttól tudjuk állítani 5 voltig a feszültséget. Maximum 15 watt teljesítményt tudunk kicsikarni a készülékből. Ugye 1280 mAh, erre is utal ez a szám.
Ha mondjuk itt van a 3,5 voltnál, megnyomjuk a tűzgombot, és látjuk, hogy zölden világít. Ez azt is jelzi, hogy fel van töltve az akkumulátorunk, tehát 50% töltöttségi szintig ez zölden fog, és most kikapcsoltam. Nem, csak félrefordítottam a tárcsát, erre ki fogok térni mindjárt. Tehát 50% töltöttségi szintig ez zölden fog világítani. Hogyha 50% alá csökken, akkor 50 és 25% töltöttségi szint között ez sárgán fog világítani, és 25% alatt pedig pirosan. Ekkor javaslom, hogy tegyétek föl töltőre, vagy passzró üzemmódban használjátok. A készülék egyébként bármilyen olyan kazánt meg tud hajtani, ami mondjuk 1,2 és 2,5 ohm közötti ellenállású porlasztóval üzemel, ez lehet akár, amint látjátok, 5-10 csatlakozós, illetve egómenetes is. 3,5 ampere az áramkorlátja, és 4 féle színben lehet kapni egyébként a készüléket, tehát ebben a fehérben, feketében, nagyon trendi és metrosexuális rózsaszín, vagy pink, ki hogy szereti hívni, és fémszínű színekben lehet kapni. Amit az előbb láthattatok, azaz itt a nyomógomnál, ugye most ez zölden világít, hogyha esetleg valaki azt szeretné, hogy mondjuk én ezt beállítom 3,7 voltra, vagy 3,65, teljesen mindegy, itt a kettő közé, itt a vonal, ahol látszik az osztás, és majd ezzel fogom izzítani, ezt el kell, hogy keserítsem, ilyenkor jelzi a készülék, hogy ez így nem fog működni, 6 darab piros villanással. Ha ezt átkattintom 3,8 voltra, akkor tökéletesen működik. Nézzük meg, hogy néz ki egyébként összeszerelve ez a készülék, mondjuk egy Helix típusú kazánnal. Vagy nézzük meg, hogy néz ki ez, hogyha rajta van ez a gyűrű, ugye ami a nyakpánt alapértelmezésben, tehát akkor ezt ide helyezzük rá, eltakarva ezáltal a töltőnyílást, tehát az USB töltőnyílást, és így tekerjük vissza, és ilyenkor már ez nem is tud elmozdulni. Hogyha ráhelyezzük ide a szépséggyűrűt, akkor pedig bármilyen kazánnal meg tudjuk nézni, mondjuk egy prométeivel is. Kicsit butácska, de megtámasztja, és amint látjuk, itt is, és a másik oldalon is vannak levegőlyukak, tehát az olyan kazánoknál, amelyek alsó csatlakozó felől vesznek levegőt, idézőjelben azokkal is tud együtt dolgozni. A töltése, amit az előbb mutattam, nem fogom szétszedni, de ezt a kis gumi dugót eltávolítjuk, és a csatlakozónak a megfelelő végét beledugjuk ide. Ennyi a töltés, hogyha a kábel természetesen kibontjuk és összedugjuk a számítógéppel, akkor tölteni is fogja, illetve menet közben szívhatjuk is. Tehát így néz ki összeszerelt állapotában. Ennyi. Beállítjuk a megfelelő feszültséget, megnyomjuk a tűzgombot, és már ropogtatjuk is
a készülékkel a kedvenc levesünket. Nézzük meg akkor, hogy működik, és utána értékeljük. Állítsuk akkor össze a készülékünket, legyen ez maga az alapkészülék, és egy alsó fűtőszálas patron, ez egy Aspire jelen pillanatban. Öt klikkel bekapcsoljuk, beállítjuk a megfelelő feszültséget, és gőzölünk. Kicsit följebb vesszük, legyen 4-3. Ez, ahogy nézem, egy 1,8 ohmos kazán van most benne. Itt vissza is veszem, mert ez már sok legyen, csak 4 volt. Teljesen fincsi, ahogy meghajtja a kazán. Amit adtak hozzá a készletben, nyakpánt, ezt egyszerűen csak ezt a gyűrűt ráhúzzuk, visszatekerjük a kazánunkat, és így már nem is tudjuk elveszíteni. Fölakasztjuk a nyakunkba, és fityegtetjük. Szívjuk, elengedjük, letesszük. Egyébként így nekem egyszerűbb is megtalálni a gombot, mert itt a nyakpántot, hogyha elhúzom magamtól, itt az ujjamnál van ez a kis karabiner, és vele szemben a gomb. Na, vegyük le. És akkor nézzük át a készüléket, azt, amit megismertünk róla közelebbről, illetve a benyomásokat róla. Alapvetően tetszik a készülék, szerintem ezzel ki lehet húzni egy napot. Ez nem azoknak a hardcore usereknek van kitalálva, akik elgőzölnek 15-20 milli folyadékokat egy nap, de aki mondjuk ebből a kis 1,8 millis tankból mondjuk két ilyen tanknyit elszív, az bőven kibírja vele azt az egy napot. És ugye nagy pozitívuma, hogy állítható a feszültsége a készüléknek, és ezt ki is tolja magából rendesen. Félre kattintani nem tudunk, mert hogyha két kattanás közé állítanánk be, akkor ahogy a rövid közeli videónál is lehetett látni, akkor egyszerűen piros villanással jelzi, hogy az neki ott nem fog tetszeni. Ami, és akkor térjünk át a pro-kontra érvekre. A kontra, hogy igazából nincsen benne fali töltő, de hogyha valakinek van mondjuk egy bármilyen telefonja, amit egy USB-s fali ajzattal tud tölteni, akkor ezt is bele tudja dugni. Egyébként a kábellel számítógépről lehet tölteni. Pozitívum. Nyakpánt, a szépséggyűrű, hogyha olyan kazánunk lenne, amit nem, mondjuk nem egy ilyen Helix típusú kazánnal szeretnék használni, hanem valami másikkal, mondjuk egy Typhoon GS-sel, akkor a szépséggyűrűvel jó lehet, tehát hogy kapunk ezt is a készletben. A nyakpánttal hordhatjuk, igazából a súlya olyan pici, hogy ezt meg se érezzük, és pozitívum még, hogyha a gyűrűt levesszük, akkor pass-through funkcióban is tudjuk használni,
Tehát, hogyha lemerült esetleg menet közben nekünk, és nagyon gőzölhet nékünk van, akkor rádugjuk a számítógépre, és közben vépelünk. Úgyhogy összességében véve nekem ez a készülék tetszett, bátran merem mindenkinek ajánlani, jó a fogása, használat közben nem derült fény semmi olyan egetverő hiányosságra, ami miatt ezt a készüléket hanyagolnunk kéne, úgyhogy ha szeretnétek hozzájutni egy ilyenhez, keressétek meg az itthoni forgalmazónak a webshopját, és rendeljétek meg tőle bátran. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!